felvetődhet egy kérdés, hogy a tradíciók különböző értékűsége vagy egyenértékűsége az, ami e tekintetben helytálló és iránytadó, és ebben a kérdésben tulajdonképpen választ kell adni. Kétségtelen, hogy az, ami tradíció, vagyis a tradicionális vallásoknak a lényege, metafizikai tradíció, bármilyen formában manifesztálódik is, feltétlen és egyértelmű szellemi értéket képvisel. Tehát minden tradíció magas értékű. Ebben a tekintetben Suomnak van egy pozitívuma Génonnal és Evolával szemben. Nagyon sok évben nincs, ebből a szempontból azonban igen. Hogy Suomnál nincs alulértékelt tradíció. Nincs olyan doktrina, amit tulajdonképpen ő lebecsül. Ez egy nagyon pontos és értékes vonás. Tehát tulajdonképpen minden tradicionális doktrinát, tradicionális könyv, szent könyvek mindegyikét tisztelet illeti, és minden tradicionális doktrina méltó az elismerésre. Ugyanakkor, amikor a megnyilvánult világban semmi sem lehet egyenértékű, tehát érték és valoritás és validitásbeli különbségek vannak, ezek a különbségek nyilvánvalóan a tradicionális doktrinákkal kapcsolatban is megnyilvánulnak. Tehát például a hinduizmusnak a teljes egésze méltó a legmesszebb menő elismerésre. Tiszteletteljes elismerésre. Mégis vannak olyan doktrinális vonulatok, amelyek magasabb rendűek a többieknél, de olyan nincs, ami alacsony rendű lenne. Ez nagyon lényeges, tehát nincs alacsony rendű eleme. Vannak magasabb és még magasabb elemek. És hogyha egy teljes szinopszisban vizsgálunk valamit, tehát a legmagasabb rendűeket sohasem mellőzzük, és a legmagasabb rendeket mindig méltó helyre helyezzük, akkor a tévedések és kisiklások veszélye a minimumra csökken. Tehát például nyilvánvaló, hogy a 6 vagy 7 dársana közül hinduizmus, nem lehet vitás, hogy a Vedánta áll a legmagasabb. Soha nem mondták kétségbe. De nincs olyan dársana, ami ne állna magas fokon. Azt mondhatjuk, hogy a Sivai, vagy Saiva, vagy Saivja karakterű tanítások magasabb rendűek, mint a Vaisnava, a Vishnui tanítások. Ez is igaz. De ebből nem lehet olyan téves következtetést levonni, hogy a Vaisnava tanítások értéktelnek. De hogy némelyekről lemondtak ilyet. A Vaisnava tanítások igen magas értékű tanítások. És a Saiva vagy Saivja tanítások még magasabb rendűek. Tehát, hogyha meg akarnók állapítani, hogy az egyes tradíciókon belül melyek a legkiemeltebb, legértékesebb tanításbeli elemek, akkor egyrészt meg kell állapítanunk, hogy a dársanák közül a Vedánta, a Vedántának az alapművei, azok, amire az egész támaszkodik, az Upanishadok. Tehát az, amire koncentrál. Az Upanishadok és azok a szútrák, amelyek a Vedántával kapcsolatos szútráknak tekintik. Tehát a úgynevezett Brahma szútra, vagy éppen Vedánta szútra, ami nagyobb részt elvette, tulajdonképpen elveszett,
de miután idézik különböző művekbe, szinte rekonstruálható, hogy mit tartalmazott. Ugye Sankaracharyának a kommentárjai az elveszett Védánta vagy Brahma Szútrának a kommentárja. Ebben ő kijelölt egy vádát, egy irányzatot. És ez a váda viseli az Advaita nevet. Ez egy jellegzetesen sívai sájva vagy sájvja tanításként fogható fel, de azok a művek, amelyek szintén a Védántával foglalkoznak, mondjuk Rámánucsa, ugye a Visistádvajta minősített, enyhített, visszafogott Advaitát tanította, vagy akár a Mádava, vagy Mádava féle Dvajta váda, amely a megosztottság felől közelít, közelít onnan, és ezen is jogosult és megalapozott tanítása. Vannak olyan irányzatok, amelyek némely tekintetben mérsékeltebbek az Advaitánál, némely tekintetben még radikálisabbak. Éppen a Kéval Advaitára lehet hivatkozni, amely tulajdonképpen a összes átmat az Advaitán belül is egy felfokozott irányzat. Kéval Advaita. Ugye az egyedi, ez azt jelenti, hogy Kévala, hogy egyedül. A jogában már beszéltünk róla, hogy a kaivalya jelenti bizonyos értelemben a jogában itt fogalmaznak a végső célt. Ennek is vannak még belső fokozatai. És a kaivalyát elkülönülésnek fordítja Bhakta is, bár Bhakta ilyen irányú fordításai általában szerencsések, ez nem elég szerencsés. Mert elkülönülni valamitől lehet. Itt pedig nincs valami, amitől elkülönülni lehet. Ez azt jelenti, hogy a valóság végső alapja az egyetlen és egyedül, egy egyedüli osztatlan, Advaita, tehát osztatlan, nem kettőzött, kettőzetlen, osztatlan. Egy osztatlan, egyedüli egy. A Kéval Advaita az tulajdonképpen az átmára vonatkozik. Kéval Advaita, Tattamáta vagy Átmakaváta. Az egyedüli önmagamság irányzata. Tehát mondhatjuk azt, hogy a dársanák értelmezésében a Védánta, és a Védántán belül az Advaita, és az Advaitán belül a Kéval Advaita jelenti a legmagasabb szintet a hinduizmus bizonyos irányú megközelítésével. De van egy más megközelítés, az szintén egy sivai aspektust emel ki. Ezek az észak-indiai tulajdonképpen észak-indiai sájvajána vagy sájvajána nevet viselheti, amihez tartozik egy tan, egy sájva váda, tartozik egy ösvény, sájva márga, és tartozik egy jóga, tulajdonképpen sájva, egy tantrikus jóga. Tehát ez egy sájva tantrajána. Ez Észak-Indiában, respektíve Kashmirban voltak, vannak ennek a reprezentáns ásramái, inkább voltak, mint vannak, de most tekintsünk el a szorosan vett időbeliségtől. Tehát ehhez kapcsolatban, és ez más szempontból szintén a hinduizmus csúcsát. Tehát még egyik oldalról a Védánta, Advaita, Kéval Advaita, a másik oldalról viszont pont ez a Saiva Tantrajána, vagy Saiva Tantra jóga adott esetben,
jelenti a legmagasabb doktrinális szempontból és a legmagasabb szintet, és ugyanakkor az ehhez tartozó jogák, lajakriá, meg egyéb jóga formák, a megvalósítás jelölik ki éppen ezen a napon. Tehát ez a hinduizmuson belül, bár minden értékes, minden magasrendű, ez kivételesen magas. A Ramana Maharshi is vonala is tulajdonképpen az Advaita Véd, vagy Advaita Vedánta Vádának egy sajátos irányzataként foghatunk el. Hát ezek a legmagasabb szintek a hinduizmuson. Na most a buddhizmus. Hát a buddhizmuson belül is minden szint magas rendű és értékű, a téraváda is, sőt a túlzó téraváda, a hínajána is. És, mert itten a tantrikus szemlélet, szóval a tantrajána, által buddhista Bauda tantrajána, azt tanítja, hogy a buddhizmusnak van három nagy fokozata. A hínajána, amin át kell haladni, a Mahájána, és végül a Vajrajána. Ezek azt mondják, hogy a Tantrajánát tulajdonképpen ez a három alkotja. Ezek fokozatok, mert magától érthetődik, hogy a Bauda Vajrajánának a fokozatai jelentik a buddhizmuson belül a csúcsot. Ádi Jóga, Vajjanika, nagyon sok ilyen. Ezekben például a Sunyaváda, az üres tava, vagy Sunyatáváda, a Sunyá, Sunyaváda, az üresség, nem üresség, tana, együtt. Tehát ezek a különböző iskolák, egészen japánig ellenően a Tendai és a Shingon irányzat jelentette a legmagasabb doktrinalitást Japánban a Vajrajánán belül. És nagyon sok tekintetben egyáltalán a buddhizmuson belül egy ilyen doktrinális csúcsot jelent. A realizációs csúcsot Japánban ugye a zen jelent. Ami visszavezethető a kínai csánra, amely mondhatjuk joggal, hogy ez a kínai csán, a kínai vajrajána, tantrajána, egyesülve valamilyen értelemben a taoizmusnak egy ilyen tantrikus karakterű irányzatával. Tehát a buddhizmuson belül mondjuk azt, hogy a Vajrajána jelenti a csúcsot. A tibeti, a kínai, a japán, koreai, a Vajrajána. Az iszlámon belül általában valószínűleg a perzsa iráni iszmailitizmushoz kapcsolódó szufi irányzat volt a csúcs. Mert a különböző iszlám irányzatokhoz különböző kapcsolódott a szufizmus. Tehát az iráni iszlámnak az egyik fő vonulata az iszmailitizmus, nem olyan hatalmas, mint a síitizmus, de szintén egy jelentős. Tehát ezen belül viszont az iszmailitizmushoz kapcsolódó szufizmus jelentette általában a legmagasabb szintet.
nem jelenti azt, hogy az arab és szunnita, szunnitizmushoz kapcsolódó szúfi iskolák között ne lett volna nagyon magas rendű volt. Ezt általános megjegyzés. A taoizmuson belül is voltak például ilyen tantrikus karakterű taoista vonalak. Nyilvánvaló, hogy a taoizmuson belül is ez jelentette a csúcsot. Magának a tantrizmusnak az eredete is nagyon különös, és mondhatjuk azt, hogy egyetlenesen rejtélyes. Mert egészen biztos, hogy a buddhista tantrizmus nem a hindu tantrizmus volt származik. És a hindu tantrizmus nem származik magából értetődően a buddhistából. Hanem úgy tűnik, mintha lett volna egy rejtélyes, háttérben működő tantrikus vonulat, szinte mindenütt, amely azután produkált különböző vallásokhoz, vagy tradíciókhoz kapcsolódó tantrikus hagyományt is mutat. Nyilvánvaló, hogy ez a kifejezés nem volt használatos, amivel ugye rátérek. De azt is mondhatjuk, hogy a hermétika tradíció. Nem a szorosan meg nyugaton, de viszonylag nyugatabbra. Görög, egyiptomi, római és nagyon sok más elem alapján létrejött alkímiai hermétika. A maga nevében egy tantrikus karakteri hagyomány. Tantrikus karakterű hagyományt. Szóval Evola nem véletlenül választott a szellemi önéletrajzának a cinóver ösvény nevet. A cinóver ösvényről épp úgy szó volt a alkímiai hermétika vonalán, hogy a taoisztikus alapvonásokat mutató távol-keleti alkímiában úgy szintén. Vannak olyan különös buddhista, taoista művek, amelyek buddhisták is, taoisták is, és alkémiaiak is. Az aranyvirág titka például. Az egy ilyen, három ilyen vonást önmagában egyesítő szellemiséget reprezentált. Némelyek szerint még nesztoriánus keresztény influenciákat is hordozott. A másik, ami felvetődött, hogy van-e olyan, hogy lunáris hagyomány. Ennek kapcsán vetődik fel. Hongos időként beszél ilyesmiről. Hát erre igennel is és nemmel is lehet válaszolni. És lehet velem ilyen intermediér választ is adni. Talán ez lenne a legmegfelelőbb. A tradíció olyan lényege szerint poláris és szoláris. Ez a tradíció lényeg, mint hogy metafizika, tehát poláris és szoláris. Egy tradíció csak akkor lehet lunáris, amikor metafizikai tradíció voltából valamilyen hatásra kezd kivetkőzni.
Tehát a lunáris tradíció azt jelenti, hogy egy tradíció olyan állapotba kerül, amikor tradícióként kezd meghalni. Ez általában valamilyen antitradíciónak az infiltrációja révén jön létre, tehát beszűrődik. Valamilyen szoláris-poláris tradícióba beszűrődik az antitradíció. Az antitradíció változatai közül, de elsősorban a pseudotradíció és a kontratradíció jöhet tekintetbe, mint mert az egyértelmű, szorosabb értelmet antitradíció, ez a tradíció ellenesség. Ez előtérbe soha semmiképpen nem kerülhet, bár ez is beszűrődhet valamilyen módon. Sőt, a tradíció lakosság is beszűrődhet a tradícióval. Mint de elsősorban a pseudo és kontratradíció jelentősége az elsőlegesebb hozzáfogadóban. Tehát a tradícióban ha bekerül antitradíció, és a sajátos módon áthatja, azért ott marad az eredeti is, és mégis áthatja, és egyre jobban áthatja, ez lunarizálja a tradíciót. Tehát úgy is fogalmazhatok, hogy nincs lunáris tradíció, mert ez már nem tradíció. Úgy is fogalmazhatok, hogy ez még valamilyen szempontból azonban még mindig tradíció, de már szoláris-poláris vonásai elveszítve az. Tehát itt a lunáris nem azt jelenti, hogy valamilyen passzív, önátadó, befogadó jelleg, hanem azt jelenti, hogy éppen a tradíció alapvonásait veszíti el. Miért? A tradíció metafizikai tradíció. Csak akkor lehet egyáltalán bármiféle értelemben tradíció, hogyha ehhez megvalósítás is tartozik. Tehát doktrina, megvalósítás. Mind a kettő elengedhetetlenül szükséges. Most, hogy egy olyan doktrinát alapozódik az út, amely önfeladással és önelveszítéssel kapcsolatos. Ez teljesen függetlenül attól, hogy az énségnek bizonyos rétegeit valóban le kell választani és el kell hagyni. De ez nem mehet végbe úgy, hogy közben egy ennél magasabb, más szempontból mélyebb lényeg közeli mag ne maradjon épségben. Ez csak akkor maradhat épségben, miközben leválasztja magáról azt, amit le kell választani, hogyha rendkívüli belső erőket hordoz. Tehát olyan erőket, amelynél a feladás nem jöhet tekintetbe. Tehát egy önfeladásra beállított út azokat az erőket veszíti el egy bizonyos stádiumba, amelyek a továbbvitelhez lennének elengedhetetlenek. Tehát azzal foglalkozik szádhanáiban, hogy megszüntesse a későbbi szádhanákhoz szükséges kvalitásokat. Tehát felszámolja azokat az erőket, amelyekkel ez egy stádium. És akkor jön le a tovább lépés, azonban ez nem vehet végbe, mert pontosan ebben a stádiumban azt végezte el szorgalmasan, ami ezeknek a további erőknek a fenntartásához, vagy egyáltalán meglétéhez lenne alapvetően szükséges. Felszámolja saját önmegtartó erő. Vagy mondjuk úgy, hogy önmaga teremtő, és fenntartó, és transzmutáló, tehát brahmánus erőit számolja fel.
végez egy utat, szálldalák tartoznak hozzá, és ebben a továbbjutás lehetőségét semmisíti meg. Ugye lehetne beszélni misztika aktíváról és misztika passzíváról. És ha úgy tetszik, valakinek tetszik, ez még közbeiktatat egy misztika médiát. Most ebből negatív megítélhetőségűnek a misztika passzívát kell tekinteni. Ebből helyen úgy jellemzi ezt a misztika passzívát, hogy egyszerre liberáció és destrukció. Felszabadul bizonyos korlátok alól, és ebben elrész ebben a felszabadulásban. Feloszlik. De disszolúció megy végbe, aminek átadja magát. Nem alacsony rendű az, aminek átadja magát. De a disszolúció minden lehetőséget destruál. Szóval nem csak a személyiség és személyesség oldódik fel, hanem az a személyiség és személyesség feletti is, amelynek nem lenne szabad feloldódnia soha. Mert amikor a működésbe hozzák a misztika passzívát, amiben eleve van egy önfeladási attitűd, de rosszul, mert nem csak azt adja fel, amit fel kell adni, hanem mindent. Ez, amint a működés megindul, akkor tulajdonképpen ezek a veszélyek óriási mértékben először lehetőségként, aztán aktualitásként megjelennek. A aktív misztikus attitűdnek is vannak veszélyei, mert a misztikára általában jellemző ez a feladás. Úgyhogy az aktív önmegtartást, a ügyelő misztika is bármikor a misztika médián keresztül misztika passzívába mehet át. Az aktitúdók közül, tehát azok alapmagatartás tájulások körében az úgynevezett aktitúdó misztika nélkülözhetetlen. Különben a teljes struktúra személyiség és személyiség feletti egy olyan bemelevedésbe megy át, mondjuk úgy szklerotizálódik, ami tulajdonképpen minden továbbjutást lehetetlenné tesz. Tehát amíg az aktívudó misztikára feltétlenül szükség van a spirituális úton, a misztikára, mint útra, mint ösvényre, azonban azt kell mondanunk, hogy annyira olyan veszélyeket rejt, hogy jobb az egészet elkerülni. De az aktitúdó misztikát nem lehet elkerülni, és nem is szabad elkerülni. Ugyanúgy, ahogy szükség van aktitúdó szcientikára, akinek nincs egy belső tudományos, helyes értelemben tudásra irányul a tudományos indítéka, az itt nem jut el azokhoz a megismerési fokozatokhoz, amelyet el kell jutni. De az aktitúdó kontemplatíva, vagy éppen az aktitúdó heroika, ezek mind olyasmik, amiket lenkedhetetlenek a megvalósítani. Ezeket az aktitúdóknak a kiépítése. Ez az a kezdeti fázishoz tartozik. Aktitúdó filozófia. Egy átfogó magatartási formának az alap orientációja, aktitúdó arisztokrácia.
A számos, most mindegy, hogy ezt 10-ben állapítjuk meg, vagy 12, számos attitúdot ki kell alakítani ahhoz, hogy egyáltalán valami tényleg járhatóvá válik. A szorosan vett misztika, különösen a misztika passzíva, mondhatjuk úgy, hogy elsősorban a kereszténységre volt jellemző. Bizonyos mértékben a zsidó hasszidizmusra is jellemző volt, vagy jellemző. És a többi szellemi irányzatra nem volt jellemző, felbukkant, még akár a szufi vonalon is felbukkant, mindenütt felbukkantak a misztikának és ezen belül a misztika passzívának bizonyos vonásai, de mint igazi jellegzetesség és proprium, az másik nem volt jellemző. Amikor egy misztikus szent azt mondja, hogy semmi süllyed meg Istenben, ez nagyon sok mindent jelentett. Nagyon sok mindent jelentett. Jelenteti azt, hogy én ne legyek többé senki más, mint Isten. Én Isten legyek. És jelentheti azt, hogy egy divinális szférában semmi süllyed meg. Tehát egy ilyen kijelentés nagyon sok értékű lehet. Függ attól például, a misztikus mondjuk, milyen szinten mondja ki. De nem csak az, amit a mondjuk ennek az irányzatnak a megalapítója milyen szinten mondja ki, hanem az, hogy ennek a vonalnak a követői milyen szinten mondják ki. Saját egzisztenciájuk és szupraegzisztenciájuk vonatkozásában. Ami egy bizonyos tekintetben a legmagasabb pozitívum, az egy más tekintetben egy diszolucionális, önelveszítő negatív kérdés megjelent. Tehát a lunarizáció veszélyei nagyon messze menő veszélyek. Ugyanis bármilyen nagy különbség van a között, hogy valaki milyen szinten oldódik fel, esszenciálisan ezek a különbségek eljelentéktelenülnek ahhoz képest, ami ezekben közös, az önelveszítés. Tehát mondjuk azt, hogy a legspirituális messze magasabb, mint az asztrális. De az elveszítés, önelveszítés végeredményét tekintve ezek között szinte semmilyen különbség. Feloldódni, semmilyen állapotban. Az adekvát spiritualitásnak az a lényege, hogy én, mint individuum, az első szellemi lépésemtől
az abszolúció így megtartsam önmagamat. Megtartsam önmagamat. Hogy legyek, aki eléri ezt. Az abszolúciót elérve én teljesen egyetemes vagyok kifelé. Teljesen egyetemes vagyok. De ez nem, tehát ehhez nem úgy akarok eljutni önmagam univerzalizációján keresztül, hogy közben bármilyen szinten, legyen az éteri, vagy asztrális, vagy mentális, vagy bármilyen szint, hogy én abba az állapotban, mint egy beleoldódnak. És ez nem ahhoz a nominalitáshoz köthető, hogy én nem akarok beleoldódni. De ezt bár mondhatom, ha olyan műveleteket végzek, olyan operációkat, szántanákat végzek, ami pontosan erre alapozódik, és ezt célozza meg. Tehát ha ilyen utat követek, akkor én mondhatok közben akármit. Nem is beszélve arról, hogy ezekhez az utakhoz olyan doktrinák tartoznak, amelyekben a feloldódást akár nominális, verbálisan is megfogalmazzák, és ki is szokták mondani, hogy az a célom volt. Nagyon messze menő különbség van. Mondjuk ugye Istenhez való viszonyulásában Meister Eckhartnak és például keresztes Szent Jánosnak. Mind a kettő nagyon magas rendű. De keresztes Szent János San Juan de la Cruz, keresztes Szent János, érdekes némelyek keresztes Szent János, összetévezik keresztelő Szent Jánosra, semmi közünk egymáshoz. Ülésben keresztelő Szent János, beavató Szent Jánosnak kellene nevezni, vagy keresztes Szent János. Keresztes Szent János magas rendűsége is vitathatatlan, de a lélek sötét éjszakájáról, meg egyebekről beszél, a disszolúció felé való fordulásnak bizonyos nyomai felfedezhetők. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy keresztes Szent János saját realizációja során disszolúcióba ment át. Hogy ennek a vonalnak a követése, tehát az imitáció ide vezethet, azt nagyon is állítom. És Meister Eckhartnál nem erről van szó. Az ibériai félsziget misztikusai és a német misztikusok, akik inkább misztikognosztikusoknak tekintetők, de közöttük nagyon nagy különbség volt e tekintetben. Tehát a lényeg az, hogy bármilyen szinten történik is a feloldódás, az feloldódás magad.
Az, hogy a feloldódás mennyire tud, mennyire kinyerítő, az természetesen nagyon sok mindentől függ. De egyáltalán nem ez a cél. Tehát én indulok el, és én jutok célba. Individuálisan. Kis. Individuálisan is, egy egyre univerzálisabbá levő individualitás értelmében, de én érek célba. Úgy, hogy közben énségemnek minden izoláló kondicionalitását levetkőzöm. Mindazonáltal én jutok célba. Az énségemből mindent kiiktatok, ami univerzalitásomat akadályozza. De individualitásomat nem adok fel. Hordozók, test, tágabb értelemben, bizonyos tekintetben kondíció individuációniszt, sőt principium individuációniszt jelent. Tehát az individuáció alap, esszenciális alapelvét és feltételét. És ezért mondták különböző utak vonatkozásában, hogy ki kell alakítani a test felett és testetlen hordozók meglétét, hogy például a halált adekvát módon túl tudja élni. Tehát, hogy fizikai test nélkül, és étertest nélkül, és asztráltest nélkül, és minden egyéb nélkül is megtartsa önmagát. Ezt úgy is fogalmaz, hogy valamilyen hordozót csinálok magamnak. Ez egy megközelítés és megvilágítás. De úgy is mondhatom, hogy megszerzem azokat az erőket, azokat az énségi és autor erőket, amely énség és autor erők tulajdonképpen nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy önmagamat végigvezessem kondicionális és földi emberi létformámból az abszolútumba, ami önmagam végső lényege. Tehát ezt az utat végigjárni, ezt meg kell tartanom önmagam. Bármi történik is, meg kell tartanom önmagamat. Nem azt, ami belőlem izoláló, nem azt, ami belőlem elválasztó, hanem önmagamat. Megtartani önmagamat. Mi az, hogy megtartani önmagamat? Ez nyilván egy identifikációnak a megtartása. Ez egyértelműen egy identifikáció megtartása. Mert az átmá nem semmisülhet meg. Az, hogy mi az, ami ki van téve a megsemmisülésnek, vagy kvázi megsemmisülésnek, vagy bárminek, az mindig egy identifikáció van kitéve. Mindig egy identifikáció. Megszűnhet-e az identifikáció? Most az identifikációnak nem szabad megszűnnie. Viszont folytonosan meg kell haladnia önmagát. Ennek lehet, ehhez különböző mondjuk úgy
úgyhogy megfogalmazásokat kapcsolhatunk. Egyre teljesebben. De azt is mondhatod, hogy sem ez nem vagyok én, még ez mindig nem vagyok én, ez még mindig nem vagyok igazán én. Ebben az identifikációkat felülmúlom egy másik identifikációval. Nem ez akarok lenni, hanem ennél magasabb. De amikor elérem ezt a magasabbat, akkor kiderül, hogy ez sem akarok lenni, hanem még magasabb. Még magasabb, még teljesebb, még. Tehát az identifikációimat ilyen módon meghallom. Ahogyan a lét teljes leírására teljesen alkalmatlan a hegeli triász, ebben a vonatkozásban nem alkalmat. Tehát azt például műveletekre lehet alkalmazni. Hogy én valami. Éppen ezt fejezi ki, hogy én valamit feladok, megszüntetek, de valamiben de megőrzöm magamat, és megemelem magamat. Tehát ebben a vonatkozásban ezt lehet használni, műveletekre mindig lehet használni a hegeli triászt, sok mindenre nem lehet alkalmazni, de erre például lehet. Tehát én az identifikációmat megszüntetem, de nem szüntetem meg teljesen, mert megőrzöm valamiképpen. És ugyanakkor az identifikációmmal feljebb is emelkedem. Tehát meghaladom a korábbi állapotokat. Ebben a feladás, a megszüntető feladás és a megőrző megtartás egyszerre jelen van. És a felülmúlás is. Tehát tulajdonképpen a meghaladás ezt jelenti. Én az identifikációmat akarom ilyen sajátos módon feladni és megőrizni. Úgy, hogy közben az identifikációmnak a ontikus rangja folytonosan emelkedik. Tehát az identifikáció teljes feladása az az identifikáció megsemmisüléséhez vezet. Az átmá, mint átmá nem semmisülhet meg. De én kondicionált állapotomban nem vagyok tisztán átmá. Tehát az identifikáció az az átmá és anátmá sajátos relációja. És nekem az identifikációt addig kell fenntartanom, amíg az identifikáció, mint egy, amikor önmagamat csak önmagammal azonosítom. Semmiféle létezővel nem azonosítom. Az átmá abszolút elhalhatatlan. De ez az identifikációban nem segít. Nem segít az identifikáció. Az identifikáció az azoktól az erőktől függ, amelyekben én ezt feladom, meg megőrzöm, meg felemelem önmagamat az identifikációban. Ettől függ minden.
és ebben önmagamat nem csak önmagammal azonosítom. Valamennyire nyilvánvalóan a legalacsonyabb rendű identifikációban is van egy autoidentifikáció, tehát hogy önmagamat tényleg önmagammal azonosítom. De nem csak önmagammal azonosítom, hanem mással is. Olyasmivel, ami kondicionált, ami annak lefelé tartó kontingenciái vannak, és így tovább. Ezekkel is azonosítom magamat. Nem csak. Az nem csak önmagammal. Mással is. Ez a más, hiába legvégső fokon szintén önmagam. Ezt momentán nem ennek élem meg. És ha momentán nem ennek élem meg, akkor aktuálisan, és egyszer, mint faktuálisan, akkor az tényleg nem én vagyok. Hiába a legvégső fokon meg lényegileg. Mert ugye az, hogy a heteron fel nem ismert auton, ez egy doktrinális igazság. De ennek megélt igazsággá kell válnia, hogyha egy feltétlenség szellemi útjának vagyunk. Ennek megélt igazságnak. A doktrinális igazságnak megélt igazságokká kell válni. Ez a doktrinális igazság, ennek messze menő orientatív súlya van. De ez még mindazonáltal, hogy milyen a doktrinális súlya és orientatív súlya, ez még nem megélt valóság. Tehát ezt azzá kell tenni. Most mindaz, ami lunáris a tradíción, vagy a tradíció által kijelölt ösvényen, az a disszolúció jegyében áll. Én egy lunáris lény vagyok, akkor át akarom adni magamat a megemelt földerőknek. Ugye egy ezoterikusan tájékozódó asztrológia vagy asztroszófia szerint a hold kihelyezett, az égre helyezett föld. Ez nincs visszavezetve a teljes restaurál apokatasztászis Tón Panton értelmében, ez csak egy kihelyezett föld. Égre helyezett, uránizált, de nem válik teljesen uránoszivá, hanem azért megmaradt földnek. Tehát a magasabb rendű földiség azért földiség maradt. És a lunarizált tradíció az az antitradíciótól beszennyezett, tehát kontaminált, antitradíció által kontaminált tradíció. Különböző mértékben. Hogy a kereszténységnek van-e szoláris vonása? Feltétlenül. Feltétlenül van, nem csak szoláris vonása van. A holdnak is van szoláris vonása. Csak nem a maga közvetlenségében, hanem a tükröződés értelmében. Ugye a telehold a szolaritást tükröző kihelyezett föld.
ez a távod. És a tükrözött szolaritás már nem igazi szolaritás. Hordozza a szolaritás bizonyos vonásait, világít, mégsem. Tehát létezik olyan, abban az értelemben lunáris tradíció, amennyiben létezik agonizáló tradíció. Létezik egy olyan életstílus, vagy tanítás, vagy ösvény, amelyben éppen meghal a tradíció. Ez a lunáris tradíció. Köszönöm.